dolgozni. Legkevesebb 13-an meghaltak, több mint 60-an pedig megsebesültek a szerda reggeli orosz rakétacsapásokban, az észak-ukrajnai Csernyhív városában. Egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy az áldozatok között van egy eltávozását töltő 25 éves rendőrnő, akit egy bombaszilánk sebesített meg. A sérültek közt sok a gyermek. Az elnöki hivatal szerint a három orosz rakéta romba döntött egy 8 emeletes épületet, és megrongált egy kórházat és egy iskolát is. A Kijevtől mindössze 150 kilométerre fekvő várost a 2022-es invázió kezdetén majdnem elfoglalta az orosz hadsereg, amely azóta is rendszeresen támadja a környéket. A tragédia után Volodymyr Zelenszkij elnök és kormányának több tagja is elismételte. Ukrajnának fejlettebb légvédelmi rendszerre van szüksége a nyugatról, hogy meg tudja védeni polgári lakosságát.